Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és harsogjanak a menny kürtjei, mert végre eljött közénk a Division. Talán, talán három éve már, hogy ezt a játékot bemutatták anno az E3-on, és vagy, vagy 2003, vagy 2014, valamelyik évben bemutatták ezt a játékot az e 3 és azóta egy ilyen érdeklődéssel figyeltem, és próbáltam nyomon követni a játékot, ami úgy volt, hogy ki rá egy évre, de természetesen nem jött ki, mert rengeteg-rengeteg uh, fejleszteni való volt uh, rajta. És most ugye zajlik a bétája, béta kulcsot egyébként, aki nem került be a bétára, még lehet regisztrálni. Google, division.com, vagy pont valami meg lehet tenni, szóval lehet regisztrálni a bétára, de nem biztos, hogy bekerülsz, nagy sorban állás van a bétára, de amúgy ezt az egészet megkerülve nagyjából 400 forintért vehetsz egy a kulcsot a g 2 on aki szeretnéd próbálni, már ha tudod, hogy mi a játék maga. Na most. És ugye végre most már itt vagyunk, hogy a Division megjelenés előtt áll egy pár hónappal, talán márciusban fogják kidobni végleg, és lássuk, hogy megéri-e, vagy hogy én mit, legalábbis én mit tapasztaltam a division kapcsolatban. Na most! Gyors update, azoknak, akik nem tudják, hogy mi a francia a Division. A Division egy már nagyon régóta fejlesztés alatt álló, mondhatni ilyen TPS RPG um, keveréknek, mert ahogy, ahogy belemélyedtem a beta-ba, azt hiszem rengeteg mélység lesz ebben a játékban, és nyugodtan el lehet mondani egy RPG-nek, szét fogod lootolni magad bennem. Na! Uh, röviden a története a Divisionnek annyi, hogy um, Amerikában Black Friday idején, tehát Black Friday Amerikában az az a nap, amikor megörül minden ember, mert minden uh, bolt olyan szinten leolcsóz mindent, hogy ezek képesek megölni egymást. Egyes -egy darabokért. Ha beültetek YouTube-ra Black Friday, uh, akkor látni fogtak ezek videókat. főleg az, hogy az emberek mennyire dúlvák, amikor arról van szó, hogy valamit 50%-os kedvezményen lehet megadni. Na. Szóval a Black Friday az hatalmas ilyen leakciózás a boltokban Amerikában, ilyenkor megörülnek az emberek. És egy terrorista csoport egy vírus juttatott el a banki vagyis hát a pénzem. Egy vírus jutott el, és a és az itt káoszban rombolta az egész. Öm, egész Amerikát, de az is lehet az egész világot. És New Yorkban vagyunk, és te egy ügynököt játszol, aki azért van öm, a terepen, hogy valamilyen szinte helyreállítsa New Yorknak az utcáinak a békéjét és mindez, így indul a játék valahol, és mindezért kapsz egy, vagyis hát van egy bázis, amit természetesen fejleszteni kell, öm, mit tudom, van egy ilyen orvosi szán, ki kell fejleszteni, van egy ilyen technológiai szán, ki kell fejleszteni, van egy egy minden, mindenféle szárny van, amit szépen így ki tudsz fejleszteni, és, és és jó, mert, mert így csak az orvosi szárnyat lehet fejleszteni a bétába, de így látszik a változás az egészen. És ez egy nagyon fontos dolog az, hogy ilyen játékban. Tehát, hogy a munkának van eredménye, és van változás, és is sokkal rendezettebb, rendszerettebb lesz az egész, és nagyon um, jól fog uh, kinézni. A küldetések maga igazából már most látszik a játékon belül, hogy. hogy Uh, rengeteg lesz. Egy kicsit olyan, mint a Warframe, mikor így becsöppen és van egy űrhajód, és ki kell egészíts a darabjaival, csak itt még több küldetés lesz, azt hiszem, így az elején. Egy ilyen single player kampány uh, félesége van, amit játszott kóba is, vagy random, tehát haverokkal, vagy random emberekhez becsatlakozhatsz, hogy éppen milyen küldetést csinálnak. És... Uh, és, és, és így ki kell egészítsd a bázisodat, és a bázishoz kapcsolódó, még pontokat kell gyűjteni, hogy a különböző részlegeknek a részlegeit felfejlesszük, és rengeteg-rengeteg küldetés lesz, ez már ma, már most látszik a játékban, úgyhogy uh, unatkozni uh, nem hinném, hogy fogunk. És, és ez még azt hiszem csak a játék eleje. Uh, és hogyha tényleg olyan lesz a játék, hogy Rengeteg tartalmat kell beletegyenek, hogy ezt így ö, fenntartsák, hogy úgy mondjam, hogy ez, hogy, hogy a játékosnak megérje visszajönni és fejleszteni a dolgot, és megcsinálni. Na, de hogyha már az vagyunk, hogy már de elértél egy csomó mindent, és fejlesztettél egy ö, csomó jó dolog, ö, dolgot, akkor még mielőtt rátérnék a Dark szektorra, beszéljünk egy kicsit, ugye, a PC-s grafikáról, mert Xboxon mindenki meg volt lepődve, hogy ez, ez, nagyon rondán néz ki, és igaz is volt, nagyon rondán néz ki. Uh, viszont Viszont nem, tehát ilyet nem merek kijelenteni, de mégis megteszem. Tehát lehet, hogy megérte várni erre három évet, mert bekapcsoltam a játékot, és stabil 50 FPS, ha nagyon olyan helyen jártunk, akkor fölment 60 fölé, de 50 alá nem ment, és nem kíméltem azért a a grafikai beállításokkal. Az ajánlott gépidénynél csak a videókártya maradt el, valami 9,70 azt mondom az ajánlott, és így én 7,70-et futtatok. De így is fel tudtam menni mindent maxra, csak az ilyen idegesítő effekteket kapcsoltam ki, mint a blur és a többi, és azt kell mondjam, hogy a grafikai részletesség az öm, meglepően jó. És föl lehet venni még ettől részletesebbre is, csak akkor mínusz 30 FPS, arra számítani kell. Szóval, és nagyon stabilan futott, a párharcoknál se volt gondom, tehát nem droppolt az FPS, és PC-n rengeteg, rengeteg, rengeteg beállítási lehetőség van arra, hogy megold, hogy ez a játék fusson neked is maxon. Az egyetlen kifogásom az a karakter van, remélem arra majd csinálnak valamit. Az egy kicsit felületes, felszínes, azt kell, hogy mondjam. Tehát így az arc, mimika, stb. ez annyira uh, jól nem látszik. Tehát ezt láttam más játékokban szebbnek is, de nem vészesen szar, szar. tehát te, ha valamire kötözködnem kell, akkor ez, de attól függetlenül grafikailag elégedett vagyok a játékban, közel sem az, amit E3-on láthatunk a Snowdrop Engine-től, tehát azt hiszem, hogy ez a motor, ez valami elmebeteg gyönyörűséget képes kihozni magából, csak hát ezt le kellett annyira butítani, hogy elfusson az embereknek a PC-én, és természetes, hogy nem ennyire szép a játék, mint, mint volt, de azt kell, mondjam, hogy grafikailag elégedett vagyok a játékkal. A másik dolog, ugye, már ott, ott járunk, mondjuk így, így egy jó pár küldetésen túl vagy, és ez végtelen mennyiségű küldetés lesz, mert az teljes New Yorkot bevá, ö, ö, bejárhatjuk, ha jól tudom, az így szépen le van modellezve, tehát nem sok, ö, hogy is mondjam, ö, eltérés van rajta, tehát utca neve, kinézett több házak, stb. azok uh, nagyjából így néznek ki, szóval a térkép szerkezete New Yorknak az olyan, Tudom, megismerjük New Yorkot, az se semmi. Uh, és uh, szóval eltölthet a teljes időben, tehát annélkül, hogy a haverokkal elmehettek és lootolhattak ezt vissza mindent, mert rengeteg lesz, tehát rengeteg lootolni való cucc lesz. De hogyha úgy döntenél, hogy unatkozol, akkor, és valószínűleg, hogy be fogsz jutni oda, tehát mert előbb-utóbb rá akkor ott van a Dark Zone. A Dark zone Zones a történet szerint azt a területet érte a legjobban a fertőzés, ezért ott egy ilyen elzárt terület. Most ez a Dark Zone azért érdekes, mert ott PvP folyik, tehát ott más játékosokkal öm, is lehet küzdeni. Na, is lehet küzdeni, benne van a trükk, tehát PvP folyik, ott bemész a haverokkal, vagy egyedül, vagy összetársolsz idegenekkel, csinálsz amit akarsz, de ott egy kőkemény lutolást tud folyni igazából, tehát vannak ott NPC-k és, PV és ugye a rendes játékosok. Uh, és ugye az NPC-knél, tehát a Dark Zones-ban mondják azt, hogy kapni a legjobb cuccokat, tehát a legjobb fegyvereket, amik a legtöbbet érnek. Na most ugye a Dark souls ban hogy bemész, megszerzed ezeket a cuccokat, hogy lelövöd az NPC-ket, vagy lelövöd a magukat a játékosokat, és összeszeded, amit ők lootoltak, de arra még kitérek, és akkor elmész egy kivonási ponthoz, kilősz egy ilyen jelzőrakétát, és eljön egy helikopter, és te odaadod neki ezeket a cuccokat, mert hogy ezek meg vannak fertőződve, ugye, vírusosok valami, meg kell őket tisztítani, és akkor használhatod. Szóval egy ilyen kis, öm, headquarters játék alakul ki utána oda, mert az oda a többi játékost is, és oda az NPC-ket is, és akkor meg kell véd kb. egy jó fél percig azt a helikoptert, amíg az, e, az kivetsz. Szóval van benne egy ilyen objective play, e, tehát eleve az objektív az, hogy szerez valamit, vont ki azt a valamit, és véd meg azt a valamit, amíg el nem megy. Na most ez eddig, eddig ez így e, tiszta, ugye? Ez jól ment. Na most a probléma az itt akad, hogy nem, nem probléma ez igazából egy ilyen fan dolog, és mindenki eldönti, hogy akarja egy csinálni, vagy sem. Természetesen szóval el lehet lopni mindent a társaktól. Tehát ha idegenekkel összefutsz, lelövödőket, és ellapod a cuccaikat, de akkor megjelenik egy vérdi a fejeden. Minél többet élsz a vérdi, annál magasabb. És a végén itt maximálisan egy 5 perces vérdiat lehetett elérni, de akkor minden játékos lát téged a városban. Na most ez úgy nézett ki, így rengetegszer értünk el ilyet. Volt egy srác, összetársultunk, és már amikor unalunkban elmondom, hogy csináljuk, akkor vérdíjat tizettünk ki a fejünkre. 5 perces vérdi volt. A fejünkön frankó banda háborúk alakultak ki, mert voltak olyanok, akik átálltak a mi oldalunkra, nem lőttek ránk, miközben menekültük, mint az őrültek, és átálltak a mi oldalunkra, segítettek megvédeni. Um, minket, és ilyen, tényleg ilyen banda háborúk alakultak ott ki, miközben próbáltuk menekülni, de el, elképesztő volt. Szóval ezek a dolgok, és hogyha életben tudsz maradni az 5 percen keresztül, úgyhogy nem lősz rá senkire, akkor megkapod a saját vérdiadat jutalomnak, és ezt az XP-t is, és azt kell mondjam, igen, kiutalmazó. Ha lelősz egy ügynököt, akinek ugyanígy vérdi van a fején, akkor is igen, jutalmazó az XP-ben ez, a, ez a dolog. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy uh, érdekes a játék a Dark Zones mindenképpen egy, egy uh, móka része ennek a dolognak, szóval azt hiszem, hogy ez okosan van kitalálva Am és, és, és így a töltési idő a két részleg között jó, inkább erről nem beszélek, mert nem tudom hogy ez más PC, hogy szuperál nálam gyorsan ment, mert SSD-re ment rá a játék, de uh, így, így viszonylag elégedett vagyok vele, de lehet, hogy ez, ez, igazából lassú, nem tudom nektek mi a véleményetek, erről írjátok meg, hogy gyorsak a töltési idők, hogy nem SSD-re megy a játék. De a játék a móka, és azt hiszem rengeteg tartalommal fog kínálni a jövőben, és, és jó szórakozású nyújtani én azt mondom, hogy, hogy ez megér egy vásárlás, tehát így ki merem jelenteni, hogy megér egy vásárlás, és még ennyi év várakozás után is azt mondom, ha bár egy kicsit elvesztettem benne a hitem, mert hogy na, ki jön, nem jön, ki jön, nem jön, ki jön, nem jön, és így aztán uh, lankott az érdeklődés iránt, de most ugye így rátettem a kezemet és játszom vele, Ó, azt kell mondjam, hogy, hogy egészen kultúrát, nem azt mondom, hogy helyből meg kell venni, mert nem kell helyből megvenni, mert azt hiszem, hogy rengeteg hibát kell benne kijavítani. Amikor olvastam valami ilyen bug listát ami benne van a játékban, szóval azokat például mindenki ki kell javítani, de nem helyből vásárolni, kicsit később vásárolni, amikor már egy pár hiba ki van javítva, itt-ott ilyen korrekciók vannak, és akkor azt hiszem az a játék igazából meg fogja érni. És hogyha tényleg úgy terveznek, hogy ennyi tartalom jön ki rá, na most a kérdés az, hogy mi lesz ingyenes, mennyi ne, és mi nem lesz ingyenes, és ami nem lesz ingyenes, mennyibe fog kerülni, szóval ez lesz a kérdés. Remélhetőleg azért egy-két DLC apró dolog kijön ingyen, de hogyha kihoznak, persze egy nagyobb apot azért kell fizetni, de kérdés, hogy azok mennyibe fognak kerülni, mert hogyha kihoznak egy DLC-t, ami mondjuk tartalmaz egy újabb single player eseményt, és egy uh, Dark egy újabb ilyen, frissítését, vagy valamit, és ezért elkérik ugyanazt az árat, mint a teljes játék, akkor bekaphatják, az úgy nem éri meg. Ezért óvatosnak kell lenni vele, szórakoztató játék, megvásárlós játék, de nem elsőre vásárlós játék, egy kicsit figyelni kell az útját, merre megy, és akkor kell eldönteni, hogy De amúgy, már így el tudnám képzelni, hogy a TNA-nak a tagjai egy háborot indítanak a Dark Zone-on belül, és van olyan teljelképes háború uh, Alakulhatnak ki amúgy, szóval nem, nem egy rossz dolog. Na most ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet. Sz ja, azt még akartam maradni, hogyha kíváncsi vagytok a Dark zones hogy milyen ökörségek vannak ott, akkor maradjatok velem, mert, mert nagyon uh, fasza játékot fogok feltölteni hamarosan. Sziasztok